Több mint 20 év kihagyás után újra örülhetnek a klasszikus zenekedvelői Moson-Magyaróváron, ugyanis a Győri Filharmonikus Zenekar egy három hangversenyt tartalmazó bérlettel tér vissza a Lajtaparti városba. Az első koncertet december 2-án a Flesh Károly Kulturális Központban hallgathatják meg az érdeklődők, mondja Füke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója. Ez a koncerten lesz olyan formáció, amikor csak hárman játszanak, lesz, amikor a szimfonikus zenekarral együtt, és egyébként ezek túlnyomó részt Vukán darabok, illetve a koncertben elhelyeztünk egy most már klasszikusnak nevezhető Görsvin Kékrapszódiát, amit a Győri Filharmonikus Zenekar prezentál, természetesen Vukán György zongoraszólójával. December után nem kell sokat várni a következő koncertre. Január 10-én a Farsangi, március 9-én pedig az Egy kiállítás képei című hangversenyt hallgathatják meg a bérlet tulajdonosai. A rendezvénysorozat jó ráhangolódása a Kulturális Központ jövő évi programjaira, mondja Csiszár Péter, az intézmény vezetője. Flesh Károly hegedűversenyt 4 évente rendezzük meg, és ez 2013-ban ismét megrendezésre kerül, 2013. júniusában. Tulajdonképpen, hogyha nézzük a folytonosságot, akkor december, január, február, és egy kis 2 hónapos szünet, és utána indul a Flesh Károly hegedűverseny. A város színeibe, azaz piros-kékbe öltözött bérletek és jegyek október 29-től kaphatók a Flesh Károly Kulturális Központ jegypénztárában.